Michael Phillips küldetése, hogy emberek életét változtassa meg. Steve Bailey szenvedélyem az emberiség egészének szolgálata. Az elhívásom a bizonyítéka annak, hogy az emberi élet megváltható. Úgy hiszi, ez az oktatási rendszer megváltoztatásával kezdődik. Annak a rendszernek, ami egykor az ő álmait is szétzúzta. Amikor 6 éves voltam, a karriernapon eldöntöttem, hogy az iskolai projektem keretében Thurgood Marshallt fogom bemutatni. A tanárom odahajolt hozzám, és azt mondta nekem, hogy sohasem leszek ügyvéd. Ez nem fog megtörténni. Ekkoriban csak egy dolgot éreztem, haragot. Baltimore belvárosi iskoláiba járva, Michael folyamatosan azt hallotta, hogy nincs jövője, annak ellenére, hogy jó jegyei voltak, és kiemelkedő sportolónak számított. Egyfolytában azt mondták nekem, hogy börtönben fogok kikötni, hogy semmit sem fogok elérni. Hosszú ideig ezek a szavak határoztak meg, mert rám nehezedtek azok a beszédek, amiket az emberek mondtak az életemről. Michael megcáfolta őket, és kitűnő eredménnyel végezte el a középiskolát, valamint teljes egyetemi kosárlabda ösztön díjat kapott. Aztán közvetlenül az első fél év kezdete előtt egy brutális autóbalesetben súlyosan megsérült, ami az ösztöndíjába került. Szó szerint azt gondoltam, hogy vége az életemnek, mert a sikeres sportolói pályához kötöttem a jövőmet és a sorsomat. Azt az érzelmi traumát és stresszt, hogy nem lehetek kosárlabdázó, nem tudtam feldolgozni. Noha továbbra is járt iskolába, a depresszió kezelhetetlenné vált. Michael abbahagyta az egyetemet, hazaköltözött Baltimore-ba, ahol visszatért ahhoz, ami szerinte az egyetlen választása volt. Fiatal gyerekként, ha egy sikeres embert akartál látni, aki úgy néz ki, mint te, lementél a sarokra a srácokhoz, akik drogokat árultak, mert ők látszottak sikeresnek. Úgy tűnt, hogy jól érzik magukat, autóik vannak, jó ruháik. Így ez volt akkor az egyetlen ötletem. Szerezzek be drogokat, és próbáljon meg kihozni a legtöbbet azokból a rossz lapokból, amit rámosztottak. Egy évvel később Michaelt már körözte az FBI. Végül feladta magát, azt gondolva, hogy első elkövetőként enyhe büntetést kap majd. Ehelyett egy olyan bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekménnyel vádolták, ami legalább 30 évnyi börtönbüntetéssel járt. Azt gondoltam, hogy az életem hátra levő részét börtönben fogom tölteni. Szó szerint azt hittem, hogy vége. Ennyi volt. Minden szó, amit rólam mondtak, valóra vált. Első éjszakámon a börtönben csak azt éreztem, hogy áruló vagyok. Elárultam azokat az embereket, a nagyszüleimet, a szüleimet, mindazokat az embereket, akik azért küzdöttek, hogy jó életem legyen. Ezt éreztem. Ezután a tárgyalás kezdete előtt egy bíró azt mondta, hogy lát potenciált Michaelben. Elengedte a vádakat, és adott neki egy második esélyt az egyetemen. Ugyanebben az évben, a kollégiumi szobájában az Oral Roberts Egyetemen Michael átadta az életét Istennek. A szinte olyan volt, mint a halál és a feltámadás. Az életem pedig azóta megváltozott. Michael lediplomázott és sikeres üzletember lett belőle, majd pásztor Baltimore-ban 19 évig. Nemrég csatlakozott T.D. Jakes pásztor szolgálatához, ahol az oktatás megreformálásán dolgozik, hogy minden gyermekben rejlő lehetőséget ki lehessen aknázni. Én a megelőzés oldalán szeretek dolgozni, ahol mindent megteszünk, hogy a gyerekeknek soha ne kelljen megtapasztalni azt, amit én átéltem. Hogy függetlenül attól, hol élnek, az a közösség, az a körzet rendelkezzen egy magas színvonalú iskolával, amit támogatja a gyerekek tehetségét és jövőjét. Michael egy másik projekten is dolgozik, a texasi elítéltek rehabilitációs kezdeményezésén, ami az egész országra kiterjed. A dallasi Potter's House gyülekezet által indított szolgálat célja, hogy képessé tegye a korábbi bűnözőket arra, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból. Az élet visszafordíthatatlan vagy megváltoztatható? A büntetés kultúráját építjük ki, vagy a lehetőségek kultúráját? Ha az utóbbit választjuk, akkor azt az életet, ami lehet, hogy kisiklott volna, lehet, hogy rossz pályára állt volna be, nem lehet feladni. Készen kell lennünk arra, hogy megfordítsuk a sorsokat, hogy helyreálljanak. Michael hiszi, hogy mindenki elő tud idézni pozitív változást, ha együttérző a körülötte lévőkkel.
Az emberek sérültek. A sérülések gyógyításának pedig egyik módja, hogyha először meghallgatjuk őket. Keressük meg, hogy hol fáj, és mit tudunk tenni érte. Azt nézzük, hogy hogyan tudunk segíteni. Az imában nagy erő van. Ha azt mondjuk valakinek, hogy imádkozom érted, hogy tényleg imádkozom érted, sőt, ha ott is akkor valóban imádkozunk érte, vajon mit fog érezni? Csak ennyit kérek, hogy nézzünk rá az emberek életére, és ne azt kérdezzük, hogy mi van, hanem hogy miért. Nem mondjuk, hogy mi a bajod, hanem kérdezzük meg, hogy mi történt veled. Mert amikor ilyen szintű empátiával viszonyulunk a másikhoz, akkor ő nagyon nehezen tud visszatérni a megszokott kerékvágásba, vagy visszaesni a szokott helyzetébe, abba az ez van, nem tudok változtatni típusú hozzáállásba. Tud javulni a helyzet. Biztosan tud javulni. Soha sincs túl késő, ha együtt akarjuk. Abszolút.